Auch in diesem Jahr fand der Anna-Tag bei herrlichem Sonnenschein in Kosta statt. Die dreitägige Veranstaltung begann mit einem Ball. Anschließend konnten die Besucher eine Patschker-Ausstellung aus der Komitat Tolnau besichtigen. Am letzten Tag wurde das Kulturprogramm auch von den Nationalitätenkulturgruppen des Nachbarbezirks gestaltet. Neben Tanz und Musik konnten die Besucher auch eine Fahrt mit einem kleinen Zug durch Kosta und seine Umgebung unternehmen. Hát a maga búcsú hagyománya az már nagyon régi időkre nyúlik vissza, ugye az 1740-es években költöztek ide a németek Kiskassára, és katolikus németként ugye ők a búcsú hagyományát is hozták. Akkor megépült a templom, Szent Annáról lett elnevezve, ezért a búcsúnapja mindig Szent Annához kötődő napon kell, hogy tartsuk, és ez ugye most péntek, szombat, vasárnapos, háromnapos búcsú. Das abschließende ganztägige Programm am Sonntag bot Aktivitäten für alle Altersgruppen. Gott sei Dank, unser Gott hat wieder heute so viel geholfen, dass wir wirklich Sonnenschein haben und schönes Temperatur. Wir wissen schon alles, dass heute ist ein Kirmes hier in Kiskassa, Sankt Anna, für den Namen, so beten wir. Und natürlich haben wir von 16 Uhr ein kulturelles Programm. Und vorher haben wir verschiedene Programme für die Kinder, wie ich schon gesehen habe. Und mit dem kleinen Bahn, kann man so sagen, kann die ganze Dorf rumschauen und die Tanzgruppe und die Chöre mit der Kapelle, also die Kapelle begleitet sie. Sie gehen durch das Dorf und um 16 Uhr treffen wir hier in diesem schönen Gebiet und dann natürlich geht es los mit Musik, mit Tanz, auch verschiedene Tanzgruppen heute tritt man auf und verschiedene Chöre aus vielen Nationalitäten, kann man so sagen, also nicht nur die deutsche, sondern auch kroatische und ungarische auch. Bei der Abschiedsfeier wurde auch derer gedacht, die aus dem Dorf deportiert wurden, sowie der Opfer des Weltkriegs. Koszorozni szoktunk a Málenki robotos emlékműnél, és a Málenki robotnak az évfordulója az idén 80 éves lesz, tehát december 16-án írta meg Lenin, vagy írta alá Lenin azt a parancsot, amivel a német származásúakat szovjet fogságba kell vinni, és december 22-én jelent meg a parancs a falvakban, innen Kiskassáról december 26-án, karácsony másnapján kezdték elvinni az embereket. Többnyire nőket vittek, mert férfiak már kevesebben voltak. Na, és a Málenki robotos koszorúzás után a templomon, a templom falán van egy második világháborús emlékmű, illetve a templom mellett egy első világháborús, és itt igyekszünk mindig a fiatalokat, a gyerekeket bevonni a koszorúzásba, úgyhogy most is három kislány koszorúzta a második világháborúst, és két középkorú pedig az első világháború, a második első világháború, nem most lehet, hogy összekevertem. Abschiedsfeiern spielten eine wichtige Rolle im Leben der ungarndeutschen Gemeinschaft. Sie waren eine gute Gelegenheit, alte Verwandte und Freunde zu treffen. Und sie hatten auch eine gemeinschaftsbildende Wirkung. Im Kosta möchten unter anderem die örtliche ungarndeutsche Selbstverwaltung und der Verein für Kosta diese Tradition lebendig halten. Hát a búcsú az egy kicsit, ugye azon kívül, hogy a legfontosabb része volt a templomban a mise, ez egy kicsit arról szólt, hogy jöttek a rokonok, jöttek, akik elszármaztak, és igazából ez ilyen nagy családi összejövetel és rendezvény volt, ahol mindenféle finomságot készítettek, azt tudom, hogy jó rétesek, kalácsok voltak, és a bál az elmaradhatatlan volt. És a bálban az volt a jó, hogy ilyenkor tanították az idősebbek, a gyerekeknek a táncokat. Tehát én is a nagymamának a testvérétől, aki még ilyen sokszoknyás svábasszony volt, őtőle tanultam megtáncolni, és bennünket, gyerekeket mindig ebbe belevontak, és nagyon-nagyon élveztük és szerettük. Tehát nekem, mint gyerekkoromból a búcsú körülbelül így maradt meg emléképpen. Na most ez ugye már ilyen hagyományőrzés szempontjából a német önkormányzatunk, meg a német egyesület egy kicsit kibővítette ilyen egyéb programokkal is, úgyhogy hát azért
érdeklődők mindig sokan szoktak jönni. Tehát nem csak a faluból vannak itt látogatók, hanem a környező településekről is jönnek. Már a misén is ugye több településről itt voltak hívek, és a délután pedig mindenhonnan. És ugye most Tolna megyéből is többen jöttek. Die traditionelle Feierlichkeiten zum Sankt Anna-Tag in Kassa fanden auch in diesem Jahr in einem guten Atmosphäre statt.